Az Amerikai Egyesült Államok, és tudom, hogy ezt akik követik a csatornákat, azok tisztában vannak vele, de elmondom, hát ha van, aki esetleg most botlik bele először ezekbe a videókba. Úgyhogy elmondom, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ugyanúgy, ahogyan az összes többi ország együtt dolgozik, annak érdekében, hogy azt a tervet megvalósítsák, amit a kezdetektől fogva szeretett volna minden birodalom a történelem során. Ez úgy igaz a babiloniai birodalomra, az asszír, a perzsa, Egyiptom, teljesen mindegy, római, görög, és most az angolszász gyarmat birodalomra. Pontosan ugyanúgy, mindegyikre. A cél mindig is a világ uralma volt, és az, hogy az egész világ egy birodalomban működjön. Az időszak, amiben mi élünk, lesz az, amikor ez be fog teljesedni. És ez köszönhető annak, hogy az elit az ellenség vezetésével képes volt kidolgozni egy olyan sablont, egy olyan klisét, aminek a segítségével az egész világon ezt el tudják terjeszteni, és ez a sablon az Amerikai Egyesült Államok volt. Ez az ország az, illetve hát föderáció az, ahol kikísérletezték a módszerét annak, hogy hogyan lehet a tömegeket kontrollálni, manipulálni és irányítani az ő kedvük szerint, és aztán ezt elterjesztették az egész világ. Most az a videó, amit most fogok lejátszani, az viszont nem ezektől az emberektől jött érdekes módon. Ez Dávid küldte, úgyhogy köszönet ezúttal. Még egy kicsit várok ezzel. Szóval nagyszerűen bizonyítja azt, amiről már rengetegszer beszéltem, és nagyon sokat beszéltem. Nem én találtam ki ezt a dolgot. Ugyanúgy, ahogyan a legtöbb ember eltanultam valaki mástól. Viszont amikor az ember megérti, hogy a világ az valóban egy hazugság, sajnálatos az, hogy ez olyan nehéz felfogni a legtöbb ember számára, hogy ez így van. Attól függetlenül még ez így van. A legtöbb ember így se úgy se fogja érteni a valóságot, hiszen a valóság úgy van kitalálva, hogy a legtöbb ember ne értse meg. Van még egy dolog, amit meg kell értenünk, és az pedig az, hogy az átlag soha nem érti meg a dolgokat. Az átlag, illetve aki az átlag alatt van, az azért átlag, illetve átlag alatti, mert abba a csoportba tartozik, ahova a legtöbb ember. A legtöbb ember soha nem érti meg a dolgokat. Soha nem találja el a dolgokat, soha nem nyer. Hiszen ezért átlagos, vagy annál rosszabb. Ez úgy igaz az üzleti életre, úgy igaz minden másra. Ez egyszerűen csak így van. Úgyhogy ha valaki azon veszi észre magát, hogy ő az átlagba tartozik, vagy megegyezik a véleménye azzal, amit az átlag mond, akkor az egy biztos jele annak, hogy nem jó úton jár, hogy téved, hogy rossz a gondolatmenet, ami a fejében megfogalmazódott, rossz irányba halad. Ez csak egyszerűen egy tény. Az átlag az a normál ember, a mindenki az, akinek kitalálták a világot és ezt a színházat, amit mi valóságnak hívunk. Ezek az emberek, akik az átlagot alkotják, ezekből van a legtöbb nyilván. Úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, hogy próbálja meg alkotni úgy a véleményét, hogy ezzel ellentétben legyen, amit ők gondolnak, és az lesz a helyes út. Ha az emberek azt gondolják, hogy az iszlám az egy veszélyes vallás, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez a propaganda eredménye. Én nem mondom azt, hogy nincsenek emberek, akik állítólag ezt az irányvonalat követik és nem veszélyesek. Én azt mondom, hogy összességében véve ez propaganda. Ugyanúgy, ahogyan az űrutazás, a háború, az orvostudomány, vagy bármely tudomány, akárcsak az oktatás, minden más. Része a propagandának, része az agymosásnak is, része a tömegek manipulálásának. Mindig is így volt, és így is lesz abban a kevés időben, ami még hátra van. Szóval ezen senki ne lepődjön meg, hogyha ezt sokszor hallja. Hiszen ez így van, ez csak egyszerűen így van, ezt jobb elfogadja mindenki. Lehet ezzel küzdeni, meg megmagyarázni, hogy az oktatás mennyire nagyszerű, meg a tudomány mennyi dolgot elért, ez propaganda nem már. Természetes az, hogy vannak előnyei, meg elért dolgokat, de összességében véve az embereket a valóságtól, az igazságtól távolabb vitte, hiszen ez a funkciója, ezért találták ki. Visszatérve az Amerikai Egyesült Államokra, nyilvánvaló az, hogy legalábbis azok számára, akik figyeltek, a 2008-as, illetve a 2012-es választás, amikor is Obama nyert, talán az volt a csúcspontja annak, amikor legalábbis azt hitte az ember, hogy ez a csúcspontja annak, ahogyan a tömegeket manipulálják. A színház tulajdonképpen a csúcsára ért, és akkor eljutottunk 2016-ig, amikor is Trump nyert, akkor meg újra azt gondolta az ember, hogy
ennél már lejjebb nincs olyan értelemben, hogy az emberiség nem lesz, illetve az az ország lakossága nem lesz ennél primitívebb, és akkor látjuk folyamatosan, ami történik a mi országunkban, vagy az összes többi országban. Az emberiség egy ritmusra ugrál, és ezt a sablont, vagy ezt a klisét, ahogyan irányítják a világot, az USA-ban dolgozták ki. Természetes az, hogy a demokrácia és az egyéb politikai irányzatok, stratégiák, vagy taktikai elemek nem onnan származnak, hanem több ezer évre visszamenőleg, akár csak a görög birodalomra gondolunk. Viszont mostanra jutott el oda a technológia segítségével, hogy ezt az emberiségen el lehet terjeszteni úgy, mint a futótűt. Az egyik nagyszerű mutatója ennek az, ahogyan a tömegek viselkednek. Úgy a tömegek nyilvánosan, ahogyan ők viselkednek. Nem feltétlenül csak egy tüntetésre gondolok, de az egy nagyszerű mutató. Ez kétségtelen. Ugyanúgy egy szavazás, vagy egy petíció, vagy csak egy sima utcára vonulás, annak a súlyosabb formáiról nem is beszélve. Ez mind tökéletesen mutatja azt, hogy mennyire primitív szinten van a társadalom. Nem olyan értelemben mondom, hogy átjön ez az egész, hogy én megvetem őket. A maga a szellemiség, amiben élnek, az az, ami megvetendő. Az emberek természetesen, az egy sajnálatos dolog, hogy ennyi ember félre van vezetve, de az a szellemiség, amelyben operálnak, az viszont kétségtelenül egy szánalmas spirit, ha lehet ilyet mondani. Egy újabb dolog, amit még megmutatnék, az a különböző szimbólumok és jelek, meg szlogenek, amiket az emberek imádnak. Az szerintem ez talán egyre rosszabb, bár hát nyilván minden egyre rosszabb, de ez a szlogen, jelkép, meg színek, ez egyre jobban áthatja az egész életét az emberiségnek. Szerintem ahogy az emberek egyre primitívebbek lesznek, és ahogyan csökken a figyelme az embernek, az a képessége, hogy bármire is koncentráljon, vagy hogy egyáltalán kikutassa a valóságot, ahogyan csökken ez a képessége az embereknek, úgy egyre inkább előtérbe kerülnek a szlogenek. Hiszen egy szlogen, vagy egy jelkép megtestesít egy egész mozgalmat, és így nem kell, nincs arra szükség, hogy gondolatok fogalmazódjanak meg az emberekben, vagy egyáltalán valamiféle kutatás, akár önálló vélemény, vagy bármi ilyesmire nincsen szükség, hiszen az emberek csak oda tudnak állni egy-egy szlogen mögé, ami jól hangzik, aztán azt simán ismételik, anélkül, hogy egyáltalán fogalmuk lenne róla, hogy mit is jelent az valójában, amiről ők beszélnek. Nagyszerű példa erre, például a feminizmus, amiről rengeteg szó esett mostanában, úgyhogy ebben nem is mennék bele. De nem csak maga a feminizmus, hanem egyéb más mozgalmak, amikben az emberek részt vesznek. Ez lehet a háború ellenes mozgalom, vagy éppen az iszlám ellenes mozgalom. De ez lehet a romák ellenes mozgalom. Akkor teljesen mindegy. Mindenféle mozgalom, amiben az emberek részt vesznek, az mind téves, az mind a rendszertől származik. A rendszer találja ki, azok, akik irányítják és uralják ezt a rendszert, azok, akik kitalálják ezeket a mozgalmak. Egyetlen mozgalom sem jutna el, sem eddig ugyanúgy, hogy egyetlen filmsztár, vagy zene sztár. Soha senkiről nem hallanánk, hogyha ez nem szolgálná a propagandának a céljait. Tudom, hogy erről már volt szó, de én valahogy mégis úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Biztos vagyok benne, hogy ezek a videók eljutnak új emberekhez, és azt szeretném, hogyha értenék, hogy a cél nem az, hogy bárki is úgy érezze, hogy ő úgymond idézőjelben le van nézve. Azt szeretném, ha mindenki rosszul érezni magát, aki nem így gondolkodik. Hiszen az az érzés lesz az, ami tovább arra sarkalja az embert, hogy elkezdjen kutatni, hogy lehet, hogy mégse úgy van a valóság, ahogy én azt gondolom. És az egy nagyszerű út, mikor azon elindul az ember. Hiszen mi az, ami fontosabb lehet az életben, mint kideríteni, hogy mi az értelme ennek? Ha valaki azt gondolja, hogy megfejtette, hogy mi az élet értelme, akkor lehet, hogy érdemes tovább menni, mert lehet, hogy nem az, amire ő gondol. És akkor ha átjut több fázison, el kell, hogy jusson oda, amit a legkevesebb ember gondol. Azt szeretném, ha mindenki megérni, hogy az igazság mindig az, amit a legkevesebb ember tud. Ezt jelenti a piramis, amit mindenki nagyszerűen ismer. Az igazságot csak az tudja, aki annak a tetején van. Oda szeretne eljutni mindenki. És mikor halad előre az ember, rájön arra, hogy amit gondol,
Az kevesebb ember képzeli, és akkor tudja, hogy jó útvonalon van. Ha csak nem valami teljesen abszurd dologról van szó. Persze elmondom, hogy mi az, de hát az összes videó erről szól, hogy mi ez, ameddig el kellene jutni mindenkinek, hogy miről van szó. Az igazság soha nem olyan dolog, amit tömegek tudnak. Sőt, minél több ember gondolja ugyanazt, annál távolabb kerülünk a valóságtól. Például az oktatás, például a tudomány, a politika, vagy a demokrácia, vagy az, hogy nekünk van szavunk, vagy az, hogy a szórakoztatóipar az csak egy ártatlan szórakozás. Ezek a dolgok mind hazugság. És az egyik erősíti a másikat, hiszen ez a szerepük, hogy egymás hatását felerősítsék abban a folyamatban, ami nem más, mint a tömegeknek a manipulálása. Ezért találták ki ezeket a dolgokat. Ez volt az oka annak, hogy ezeket kitalálták. Teljesen mindegy, hogy melyikről van szó. Azok a dolgok, amik széles körben elterjedtek, amire azt mondják, hogy mindenki tudja, hogy ez egyszerűen csak így van, ez egy törvény, ez megcáfolhatatlan, az mind a hazugság. Azok azért vannak kitalálva azok a dolgok, hogy az embereket eltereljék arról az útra, ahol lenniük kell. Amit most meg fogunk nézni, és akkor nézzük meg ezt a videót, majd meglátjuk, hogy mennyi ideig tart, míg így az egészet elemezzük megnézzük, hogy mi is az, amiről beszélnek ebben a videóban. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki akkora játékos volt, mint én, olyan értelemben ilyen számítógépes játék, vagy digitális játék, úgyhogy számomra nem volt idegen a játék, melyről szó lesz. Viszont az üzenet, annak ellenére, hogy én még játszottam is ezzel a játékkal, sose fordult meg a fejemben, illetve nem is emlékeztem rá, hogy ez egyáltalán elhangzott ez a dolog. Egyébként érdekes az, hogy amikor az ember megérti a valóságot, onnantól kezdve mindenhol elkezdi látni azt. Ez valahogy így van ezzel is. Ez a játék egyébként, akit érdekel, ez Metal Gear Solid második része. Ebben hangzik el egy üzenet, amit nézzünk meg most. Legalábbis elkezdjük, és aztán én fordítom le szépen. Kicsit felgyorsítottam, hogy ne vegyen igénybe annyi időt, majd meglátjuk, hogy megy. Lejátszom, és aztán elmondom, hogy miről beszélnek. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. A helyzet az, amiről beszélnek, ugye a játék maga egy terrorista csoport elleni harc, és ugye az most derült ki. Jobb oldalon van maga az idézővetett titkos ügynök, vagy az, akivel a játékos játszik, aki harcol a terroristák, a baloldalt, az elnök, és azt mondja a katona, hogy valaki elindította ezt a kódot, és egy nukleáris robbanás várható amiatt, hogy ugye megindult ez a folyamat, és az elnök erre azt mondja, hogy persze, ő tudja, hiszen ő volt az, aki ezt az egészet elindította, úgyhogy ez az, amiről szól ez a párbeszéd, és ki fog derülni, hogy igazából az az érdekes, hogy mi is az, amit az elnök mond a saját szerepéről, illetve magáról a politikáról, ugye azt kiderült most, hogy ő a terroristákkal dolgozik. Working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. A terroristákkal összejátszik, de azok ugye ellene fordultak, ez a lényeg itt most. I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. Az elnök azt mondja, hogy ő hatalomra vágyott, a terroristák pedig pusztítást szerettek volna, és a lényeg az, amit az elnök szeret volna, az egy ilyen totális hatalom. Ez az ő célja, ez volt. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. Ugye azt mondja a katona, hogy de maga az elnök, úgyhogy magának van hatalma amúgy is a pozíciójából adódóan. Erre azt mondja az elnök, hogy nem, én csak egyszerűen egy báb vagyok. Egy olyan bábú, akit oda helyeztek, hogy ellásson egyfajta feladatot, hogy egy szerepet eljátszon. What? I don't have any control.
The real power is in the Patriots' hands. Arról beszél, hogy nekem semmiféle hatalmam nincs, az igazi hatalom az az úgynevezett Patriots nevű csoportnak a kezében van. Patriots egyébként hazafiak, ez jelenti a csoport neve. Ez a csoport az, aki az igazi hatalmat gyakorolja, nem pedig az elnök. The Patriots? The truth behind this country. I'm not... Az igazság emögött, az ország mögött az a Patriots, vagyis a hazafiak csoport. Ez az igazság, ami... Ez a valóság tulajdonképpen, ő erről beszél, és azt mondja, hogy... Surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Nincs meglepve, hogy nem hallott róla, hiszen nagyon kevés ember hallott erről a csoportról, még azok sem hallottak róla, akiknek bejárásuk van ugye mindenféle felsőbb körökbe, hiszen a pozíciójukból adódóan. Politics, the military, the economy. A politika, a katonaság, a gazdaság. They control it all. They even... Ők irányítanak mindent. Choose who becomes president. Még azt is ők határozzák meg, hogy ki legyen az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Elmondják, az összes játék erről szól, az összes film erről szól, minden színházi előadás, musical, rajzfilm a gyerekeknek, teljesen mindegy. Az összes politikai beszélgetés erről szól. A világ kormány ülésezik Szaúd-Arábiában, miközben az emberek alszanak és arról beszélnek, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és úgy hívják, hogy világkormány tanács. Ez a gyűlés neve, ahol az összes kormány ott van. Az ENSZ magába foglalja az Egyesült Nemzetek Szervezete, az összes országot együtt döntenek. Amerikai Egyesült Államok, Kína, Korea, teljesen mindegy. Az embereknek fogalmuk sincs semmiről, még mindig. Putting it simply, the Patriots rule this country. Egyszerűen fogalmazva, ez a csoport uralja az országot. No. Hard to believe, isn't it? What is the truth? Nehéz elhinni, ugye? Ez az igazság. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Amiről beszél, az... The space defense, income tax reduction, and national missile defense program. Azok a programok, amelyeket neki tulajdonítottak, úgy, mint hogy ugye a space defense az űrvédelem, vagy az adók csökkentés programja, vagy pedig a nemzeti rakétavédelmi program, ezek mind. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Mind ennek a csoportnak az ötlete volt, és ők voltak azok, akik elhatározták, hogy ezekre szükség van. Annak ellenére, hogy az emberek ünneplik az elnököt, és azt gondolják, hogy az elnök az, aki meghozza ezeket a döntéseket. Ezért mondtam, elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Az emberek nem képesek felfogni rá, de nem is érdekli őket, hogy mi az igazság. Így el lehet mondani, és azzal, hogy elmondják, ezzel mindenki számára elérhetővé teszik. De úgy alakítják ugyanakkor a világot, hogy senkit ne érdekeljen, és senki ne legyen képes felfogni azt, amiről szó van. Egyáltalán elgondolkozott azon már bárki is, hogy miért szól erről minden egyes játék, vagy film? Miért mindig ugyanarról szólnak a filmek? Van egy összeesküvés, aztán azt legyőzik. Van egy külső fenyegetés, összefog a világ, és azt legyőzik. Van egy lázadó, aki fellázad a rendszer ellen, és összefognak, és győzedelmeskedik. Ugyanez ez a néhány motivum ismétlődik újra, és újra, és újra. Mindenhol. Ennek ellenére az emberek azt mondják, hogy nincsen semmi. Mikor mindenhol ugyanaz megy, folyamatosan állandó jelleggel ugyanaz megy mindenhol, és az emberek ismételgetik, hogy ilyen nincs. Hogy létezik ez, hogy ilyen szinten vagyunk? Space defense was initiated by Congress. Az mondja, hogy az űrvédelmi program az a kongresszusnak a kezdeményezésére történt meg. That's what the Patriots want the country to believe. Azt mondja az elnök, hogy ez az, amit a hazafiak csoport szeretne, hogy az emberiség, illetve hát az ország higgyen. Ez az, amit ők elhitettek az emberekre, hogy ez a kongresszusnak volt az ötlete. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Ez az egész egy show. Demokrácia csak egy töltelék szó
a tankönyveknek. It's what the country to believe. It's all a show. Democracy. Ez az egész egy show, és demokrácia csak egy töltelék az iskolai tankönyvek számára. Nem tudom, hogy még mit kellene csinálniuk, hogy az emberek felfogják, hogy mi az, amiről szó van. Még hányféleképpen kellene elmondani azt, hogy mi történik a világban? Mi az, amire még az embereknek szüksége van ahhoz, hogy feldolgozzák azt, hogy a valóság az annak semmi köze nincs ahhoz, amit ők gondolnak valóságnak. Van egy alternatív valóság amögött, a kép mögött, ami kialakult mindenkinek a fejében, amit kialakítottak, amit oda tettek a kisgyerek korától kezdve, ahogyan felnőtt, az a kép bele van programozva az embereknek a fejébe. Hogy azt gondolják, hogy valami van, közben meg egy másik dolog van. Ugyanúgy, ahogy a legtöbb ember hazudik a saját gyermekének arról, hogy december 24-én eljön a Jézuska és hoz nekik ajándékot. Ugyanolyan hazugság, mint az, hogy a dagadt télapó eljön december elején és hoz nekik ajándékot. Ugyanolyan hazugság, mint az, hogy a nyúl tojásokat tojik, és aztán azt meg kell keresni, disznót kell lennie annak az ünneplésére, hogy feltámadt a megváltó. Ugyanolyan hazugság, mint a Valentin nap, vagy a szeretet, amiről mindenki beszél, vagy az, hogy majd, ha elég ember felébred, akkor majd megváltozik a helyzet, vagy az, hogyha majd egy másik párt kerül hatalomra, akkor megváltozik a helyzet, vagy az, hogyha kilépünk az EU-ból, megváltozik a helyzet, vagy ha belépünk az EU-ba, megváltozik a helyzet. Ugyanolyan hazugság, mint hogyha szerzel egy diplomát, akkor egyszerűbb lesz az életed, és a többi, és a többi, és a többi. Vagy az, hogy kell, hogy legyen egy lakásod, vagy kell, hogy legyen egy autód. Mindegyik egy hazugság. Minden, amit a legtöbb ember gondol, az egy hazugság. Ez így van kitalálva annak érdekében, hogy egyszerű legyen a nyájat terelni ide, aztán meg oda. És itt van a bizonyíték mindenki számára, itt mondják el. Szó szerint, honnan jön egyáltalán ez az ötlet? Minek mondana bárki ilyen dolgok? Érthető, amit mondok? Gondolkozzon el azon mindenki, hogy minek ilyet mondani, honnan jön az ötlet? És miért szerepel ez minden második filmben? De nem, így se úgy se fogja fel a legtöbb ember. De megmutatom még egyszer. That's what the patriots want the country to believe. It's all a show. Ez az egész egy show. Democracy is just a filler for textbooks. Demokrácia nem más, mint egy töltelék a tankönyvek számára. Azért, mert az egész egy hoax, egy hazugság. Ez az, amit próbálok mondani már több mint 2 éve. És azt kell, hogy mondjam, hogy majd, hogy nem eredménytelenül. De se baj, nézzük tovább. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. Itt van, amit elmondtam már 1000-szer. Most ismételte el ő is. Ez egy számítógépes játékban elmondják az embereknek, hogy mi az igazság. Spokes. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? Komolyan? Azt hiszed? Úgy értem, hogy ő ezt mondja. Gondolkozz. Komolyan azt hiszed, hogy a közvélemény befolyásolja a kormányzást? Hányszor mondtam már ezt itt? Ennek ellenére még mindig arról van szó. Ez egy összeesküvés elmélet, amit itt mondok. Ez azért egy összeesküvés elmélet, mert ez az. Van egy összeesküvés, és ez annak az elmélet. Ez ahogyan az működik, és én próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy hogy működik ez. Úgyhogy igen, ez egy összeesküvés elmélet, de csak annyiban, mint ahogy van egy összeesküvés, és ez az elméleti háttere, ahogyan működik. És Metal Gear Solid második része elmondja, komolyan azt hiszed, hogy a közvélemény befolyásolja a kormányt? Nézze meg valaki a legutóbbi videók bármelyikét. Ugyan erről van benne szó. Valaki komolyan azt gondolja, hogy az ő véleménye számít, amikor meghoznak egy döntést. Ennek ellenére még mindig van, aki azt mondja nekem, hogy ha kimegyünk az utcára, akkor majd megváltozik a fizetés, akkor majd több lesz a fizetés. Lehet, hogy az lesz. Maga a tény, hogy megváltozik a fizetés, az kellene, hogy sugalja, annak a hatására, hogy az emberek az utcára mentek, az kellene, hogy sugalja az emberek számára, hogy azt akarták, hogy ők az utcára menjenek. Elsősorban. A válasz, akik irányítják és uralják ezt a világot, az ő válaszuk sokkal hamarabb megvan,
mint ahogy az emberben egyáltalán felmerül, hogy valamit tenni kellene. Érthető? Úgy, mint ahogy egy tanár tanítja a gyereket. A tanár már tudja, hogy mit akar az óra végére elérni, vagy a fél év végére, a gyereknek fogalma sincs semmiről. Ennek ellenére eljutatja oda, hiszen tudja, hogy mi az eredmény, amit el akar érni, és végig fogja vezetni azt a gyereket azon az úton, hogy eljusson oda a végére, ahol ő akarja. A gyereknek fogalma sincs semmiről, csak bejön az órára, azt se tudja, hogy ki kivel van. A végére meg valahogy mégis kialakul benne az, hogy tudni fogja, hogy hogy kell távolt ugrani, vagy magasat ugrani, vagy kapora rúgni, vagy mit tudom én mit csinálni. Most csak a testnevelésnél maradjunk. Érthető? Úgy, ez ugyanígy működik, ehhez nem kell géniusznak lenni, hogy ezt valaki megértse, különösen nem akkor, mikor itt elmondják neki. Csak hallgatni kellene. Komolyan azt gondolja, hogy a közvélemény befolyásolja a kormányzást? No. Nem, még az az idióta is tudja, hogy nem. Persze, hogy nem, soha nem is befolyam. Minek? Ugyanúgy, ahogy az sem befolyásolja a Tesco-nak a működését, hogy mit csinálnak a dolgozók. Egyszerűen csak azt fogják nekik mondani, hogy figyelj csak, ha valami nem tetszik, holnap elmehetsz, van a helyedet 15 másik. Aki megcsinálja ugyanezt a munkát, lehet, hogy megcsinálja kevesebbé. Úgyhogy vagy megcsinálod, vagy viszontlátásra. Ez az ország, amiről most beszél. This country is shaped and controlled as the patriots see fit. Ez az ország úgy alakul, úgy van irányítva és alakítva, ahogyan ez a csoport, a patriots vagy a hazafiak megfelelőnek látják. Van egy csoport a háttérben, aki irányítja az országnak a működését, úgy, ahogy akarja. Természetes az, hogy ez úgy tűnik, mint egy organikus folyamat, legalábbis a legtöbb ember számára, akinek fogalma sincs arról, hogy mi van. Annak ez úgy tűnik, hogy ez a valóság, és ez csak egyszerűen így alakul, hogy a világ egy nagy káosz, egy nagy kaotikus történet, amiből majd kialakul valami a végére. Ez az egész így van kialakítva. Mert okos, intelligens emberek az ellenség vezetésével így alakítják. A többiek meg csak mennek, mint a birkanyáj. Ezért találták ki ezt a hasonlatot. Sőt, a teremtő ezért találta ki ezt a hasonlatot. Vagy őt követjük, mint egy nyáj, vagy a másik vezetőt követjük, mint egy nyáj. A legtöbb ember pedig megy a rossz úton. The people are shown what they want to believe. What you... Az embereknek azt mutatják, amit ők hinni akarnak. Oké? Megmutatom még egyszer. This country is shaped and controlled as the patriots see fit. Úgy alakítják az országot, ahogyan ők akarják. Mi a következő, amit mond? The people are shown what they want to believe. Az embereknek azt mutatják, amit ők látni és hinni akarnak. Erről volt szó a múlt héten, úgyhogy még ezt nem is láttam akkor, ezt az egész történetet, ami most játszódik el. Nem? Vagy kettővel azelőtt, amikor a zenéről volt szó. Az embereknek fogalmuk sincs, hogy mi az, ami történik. Az embereknek egyszerűen csak oda teszik, hogy mi az, amit higgyenek. És az emberek imádják ezt. Ők ezt akarják hinni. Ők látni akarják ezt a káoszt. Ők látni akarják, hogy izé, hozéval jár együtt most, utána meg a harmadikkal, meg mit tudom én ki, most ezzel van éppen, mert ezért rá. Közben az az idióta ezt mondta, ott egy háború, egy földrengés, egy haláleset, egy baleset, a busz leesett itt, egy repülő lezuhant. Ez az, amit ők látni akarnak. Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mi van. Ő csak élnek bele a vakvilágba, és előttük játszódik le ez a show, amit úgy hívnak, hogy élet. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Okay. Amit maga kormányzásnak hív, de inkább úgy fogalmazok, amit egy átlag ember kormányzásnak hív, és ez az, amit mondott, amit le van írva most a képernyőn. Amit egy átlag ember kormányzásnak hív, az nem más, mint egy nagyszerűen színpadra vitt produkció, aminek az a célja, hogy kielégítse a nyilvánosságot. Nem tudom, hogy ez felfogható-e mindenki számára. Believe what you call government. De megmutatom még egyszer, amit kormányzásnak hívunk, az nem más, mint egy nagyszerűen színpadra vitt produkció, aminek a célja az, hogy kielégítse a nyilvánosságot. Ez az, amit lát mindenki maga előtt nap mint nap. Legyen az háború, tüntetés, vagy akármi más. Teljesen mindegy, nincsen jelentősége.
az egész egy színpadi produkció, az elejétől a végéig. Aki azt gondolja, hogy van bármilyen része is ennek a dolognak, ami organikus és azért alakult ki, mert egyszerűen csak az emberek összefogtak, az nem érti, hogy hogy működik a valóság. Arról nem hallanánk. Hogy is hallanánk, mikor ugyanazok az emberek irányítják a médiát, a szórakoztatóipart, a tudományt, az oktatást, a politikát, minden. Az van, amit ők akarnak. Ez az, amiről szól ez a játék. Erről beszél. Ez az, amit el akarja mondani az embereknek, hogy ez történik körülöttünk. Ennek ellenére még mindig arról van szó, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Ah, persze, én tudom. Minden egy összeesküvés elmélet. A valóság, az meg, akkor mi a valóság? Csak egy ilyen random, véletlenszerű események sorozata? Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. Azt mondja az elnök, hogy ne nézzen rám így, én teljesen normális vagyok. Erre azt mondja a katona, hogy én nem amiatt aggódom, hogy maga nem normális. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Most arról beszél, hogy még ő maga sem, úgy mint az elnök, még ő sem tudja, hogy ki ez a csoport, aki a háttérben áll. Úgyhogy, ha valakit érdekel a valóság, akkor csak füleljen, hallgasson, nézze meg ezt a számítógépes játékot. Többet megtud a valóságról 5 perc alatt, mint egész életében megtudott a hírekből vagy az iskolában. Are they financial, political or military leaders? Nem tudja, hogy politikai, pénzügyi vagy katonai vezetők, vagy miféle emberek ezek, annyit tud, hogy léteznek. No one knows who the Patriots really are. Senki nem tudja, hogy kik ezek az emberek valójában. Persze nem minden igaz, amiről beszél. Nyilván azért tudjuk nagyjából, hogy kik lehetnek. Bár meggyőződésem az, hogy akire gondol a legtöbb ember úgy, mint Rockefeller, vagy Rothschild, meg az összes többi, ez nem az, akikről valójában szó van. Bár lehet, hogy az, de egyébként mindegy is. Igazából a koncepció a lényeg, amit felvázolnak egy játékban. Even my instructions come from a cutout. Az ő utasításai is egy olyan embertől jönnek, akit igazából nem is tudja, hogy ki. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men known as the Wise Men's Committee. Azt mondja, hogy annyit tud, hogy minden döntés, amit neki meg kell hoznia, az egy 12 tagú csoportból, 12 tagú csoporttól jön. Igazság szerint, akiket úgy hívnak, hogy a bölcsek, úgy mint wise men, vagy... Your office? The White House? Merely puppets. Pawns in a game. Ugye a katona kérdezi, hogy és mi a helyzet a Fehérházzal, a maga irodájával? Azt mondja, hogy ezek bábok, bábok, semmi több. A játékban ezek csak bábok. Úgy, ahogy azt bemutattam már számtalan videóban. Sőt, van, aminek az a címe, hogy bábok és bábmesterek. Pontosan ezért. Ezek az emberek bábok. Úgy, mint Obama, Trump, meg az összes többi idióta. Vagy a magyarok, teljesen mindegy. De nem csak ők, mindenki, aki a tévében szerepel, a bemondó, a szakértő, aki állandóan ott van, mindegyik. Ilyen vagy olyan szinten benne van. Persze nem azt mondom, hogy a bemondónak fogalma van a valóságról, a bemondót nem érdekel. A bemondót annyi érdekel, hogy meglegyen a fizetés, aztán hazamenjen. Ettől függetlenül még eljátsz a szerepét. Ő egy képzett színész, egy báb ebben az egész játékban. Ez az, amit mond. Your office? The White House? Az irodája? A Fehérház? Really puppets. Bábok. Pawns in a game. Bábuk egy játékban. Mint a sakkjátékban a parasztok. Arról beszél. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Ugye ő azzal, hogy hűséget fogadott nekik, így el tudott jutni az elnökségig. Ez volt az egyetlen oka annak, hogy ő lett az elnök. Persze, szerintem a valóságban őket így kitenyésztik, meg így létrehozzák. Kitenyésztik olyan értelemben, persze szerintem fizikálisan is, de egyébként az oktatási rendszeren keresztül. Hogyha ha valaki követi a videókat, az pontosan tudja, hogy mi az, amiről beszélek. Hogyan működik a katolikus jezsuita oktatási rendszer. Természetesen úgy is választják ki őket, hogy megfelelők legyenek arra a célra, amit aztán később el kell, hogy játszanak, vagy
előadjanak. Of course, that wasn't the only price I had to pay. Természetesen ugye nem ez volt az egyetlen ára ennek az egésznek. Mármint az, hogy neki hűséget kellett fogadnia ennek a csoportnak. Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. Arról beszél, hogy akkor is, hogyha egy bábú a királynő lesz, még akkor is csak egy eleme a játéknak. Ugye a sakkról beszél, a sakkhoz hasonlítja az egészet. Ezért mutattam annyiszor már meg azt a sakktáblát a bábukkal. Hiszen ez az, ami történik a valóságban. Ide lép, oda lép, mind a kettő oldalt ugyanaz irányítja, mi megnézzük a játékot. Ez az, amiről beszél. Akkor is, ha a paraszt, ugye magyarul paraszt az a játékos, ha az királynővé válik, akkor is csak egy eleme lesz a táblának. Akkor is csak egy játék elem lesz, akit valaki irányít, valaki mozgat. Nem tud magától döntéseket hozni, vagy mozogni. Ez az, amiről beszél az elnök ilyen. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. Ugye elmondta, hogy mi is a helyzet. Persze, ugye azt mondta, hogy ő szeretett volna valami maradandót alkotni, de az ambíciói, és ugye itt félbe szakadt az, amit mondott, és azt mondta, hogy majd egy nap megérte. Mint ahogy remélhetőleg egyre többen meg fogják érteni majd ezt az egészet egy nap. Ezért mutattam meg ezt a rövid videót, mert azt szerettem volna, hogyha mindenki látja, hogy mi is az a valóság, amiben él. Mikor azt mondom, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, akkor én azt azért mondom, mert szerintem ez így van. Elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Olyan időben vagyunk, amikor ennek nincsen jelentősége, hogy mi az, amit a közvélemény gondol. Sőt, én nem is azt mondom, hogy nincsen jelentősége, én azt mondom, hogy ők azt szeretnék, hogyha az emberek tudnának az igazságból részeket. Én biztos vagyok benne, hogy az az információ mennyiség, amit az emberiség megtudott a háttérhatalomról, akkor az azért van, mert akik irányítják és uralják ezt a világot, azok szeretnék, hogyha megtudnák. Hiszen ezzel, hogy egyre több ember tud részeket az igazságból, most teljesen mindegy, hogy melyik részek azok. Mint például van egy csoport, aki felfogta, hogy a védőoltás az egy hoax, egy hazugság, sőt nem is az egy hazugság, hanem az a része a népirtási folyamatnak. De van, aki meg felfogta az, hogy az időjárás módosítás az egy valóság. Nem azért, mert felnéz az égre és látja, hogy az, hanem azért, mert elolvas az interneten, hogy ezzel foglalkoznak, hogy ez megy az Egyesült Nemzetekben, hogy ez megy minden országban, hogy ezt csinálják, hogy ez egy valóság, erre vannak cégek, akik ezt végrehajtják. Vannak emberek, akik felfogták az, hogy azért néz ki minden új autó a különböző autótársaságoknál ugyanúgy, mert csak szétosztják, hogy ki aratja le a hasznot pont ennél, vagy pont annál. Azért néz ki minden autó ugyanúgy, mert ugyanaz a célja. Vezetik az embereket, megvezetik őket. Azért van Marvel és DC Comics, azért van Apple és Microsoft, azért van Pepsi és Coca-Cola, Ronaldo és Messi, Manchester és Liverpool, azért van, hogy az embereket megosztják. Mindenki talál magának egy csoportot, amihez tartozhat. Ez így van kitalálva. És az emberek nem értik, és soha nem is fogják. A legtöbben soha nem fogják ezt a dolgot megérteni. Azt hiszik, hogy amit látnak a tévében, az a valóság. Amit látnak a tévében, az nem is lehetne távolabb a valóságtól. Pont úgy van kitalálva az egész, hogy a lehető legtávolabb legyen. Ha valamit el akarok rejteni, a legjobb az, hogyha a lehető legtávolabb helyezem el attól, ahol az emberek keresik. És a valóság a lehető legtávolabb van attól, ahol mi keresünk. Ha mi azt gondoljuk, hogy a Föld gömbölyű, akkor lehet tudni, hogy nem az, mert ők ezt akarják, hogy higgyük, mert a gömb van legtávolabb attól, ami a valóság. Ugyanígy van az összes többivel. Ha azt akarják, hogy mindenki azt higgye, hogy az amerikai Egyesült Államok a jó, az oroszok meg a rosszak, akkor az távol van a valóság. Ugye ez a nagy helyzet ezzel, amiben vagyunk. És ez a helyzet ma. Haladunk szépen lassan egy olyan világ felé, és alig hanem azt kell, hogy mondjam, hogy már megérkez. Amikor az emberiség túlnyomó többségének fogalma nincs arról, hogy mi a valóság. Semmi. Nulla. Zéro. Az, amikor
arról beszélnek, hogy mi egy szimulációban élünk, az igaz. A legtöbb ember egy szimulációban éli le az élet. Persze nem úgy értem, hogy a szimuláció, mint egy számítógépes virtuális valóság. Egy olyan valóság, amely így van összetéve számunkra, hogy nincs köze ahhoz, ami valójában a helyzet, amire nekünk koncentrálnunk kellene. A legtöbben én biztos vagyok benne, még most is azt hiszik, hogy valami úton, módon nekünk meg kell találni a megoldást, hogy hogyan lehet ezt a rendszert megváltoztatni, vagy megdönteni, és hogyan lehet ezeket az embereket letaszítani a trónra. Én tudom, hogy így van, mert látom a hozzászólásokat. A legtöbben még mindig ott tartanak, hogy valami úton, módon ezt a rendszert megváltoztassuk. Még mindig valamiféle materiális megoldást keres a legtöbb ember erre a problémára. Még mindig azt gondolják, hogy majd valahogyan ez meg fog oldani. És ezért mondom azt, hogy a lehető legtávolabb vagyunk a valóságtól. Mert ez így van. Ezt így akarták, hogy ez így legyen. Minden, amit látunk, amit a legtöbb ember gondol, amit mi gondoltunk néhány évvel ezelőtt, annak nincsen jelentősége az ember életében semmi. Azon kívül, hogy valahogy el kell manőverezni közte, annak érdekében, hogy fizikálisan túlélje. De az élet lényegéhez semmiféle köze nincs annak, amit a legtöbb ember gondol. Azért nem foglalkozok Magyarországgal, amit volt egy kérdés, hogy miért nem beszélek Magyarországról igazából soha, bár nagyon ritkán azért előfordul. De azért, mert nincs jelentősége. Magyarországnak semmi jelentősége nincs. Igazából semmelyik országnak nincs jelentősége, az USA-nak van jelentősége. Mindenkinek, az minden szemnek azon kéne lenni, hogy mi történik az Amerikai Egyesült Államokban. Hiszen egyrészt az az, ami el fog jutni hozzánk, olyan értelemben, hogy Magyarországra is az a rendszer, másrészt pedig az USA az, aki irányítja ezt az egész világot. Vagy hát olyan értelemben, hogy rajta keresztül irányítja az elit ezt a világot. Azok a mozgalmak, amiket mi követünk, teljesen mindegy, hogy szociális vagy politikai mozgalom, tudományos, nincsen jelentősége. Mind azért van, mert intelligens emberek elhitették velünk azt, hogy erre szükség van. Az, hogy melyik oldalán foglal az ember helyet az egyenletnek, vagy a mérlegnek, az teljesen mind. Már az, hogy helyet foglalt részt vesz a játékban, az mindegy, hogy melyik oldalon harcol. Vagy hogy éppen a spektrumnak melyik részén található. Csak kicsit értek egyet az egésszel, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Teljesen mindegy. Aki részt vesz a játékban, az veszített. Ez a játék úgy van kitalálva, hogy ne lehessen nyerni benne, csak a vereségnek vannak különböző fokozatai benne. A cél az, hogy elterelje az embert arról, ami a valóság, amire koncentrálni kellene mindenkinek, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy őt ez nem érdekel. És én megértem azt is, hogy így vélekedik a legtöbb ember. Hiszen ügyesen elérték azt, a vallásról még szó sem esett, de egyébként el kell, hogy mondjam, hogy a vallás ugyanolyan hazugság, mint ahogy minden más. Minden vallás kivétel nélkül hazugság. Az összes. Sőt, mindegyik ugyanaz lényegében. Persze úgy van ez kitalálva, hogy az ember azt gondolja, hogy mennyi választási nem, te melyik Istent szolgálod a több ezerből. Nem érted, hogy mi van? Nem esett le még a lényeg. Az a probléma. Mindegyik ugyanaz. Mindegyik egy és ugyanaz. Az út keskeny, a kapu meg szűk, és kevesen fogják megtalálni. Ezért mondom azt, hogy amerre a legtöbb ember megy, egyszerűen csak az embernek meg kell fordulni, és el kell indulni a másik irányba, és akkor tudja, hogy jó irányba. Ha lát valaki egy csoport embert, aki meggyőződéssel halad egy irányba, akkor egyszerűen csak megfordul, elindul egy másik irányba, és tudja, hogy jól döntött. Hiszen a tömeg soha nem találja el, még soha nem találta el, de soha nem is fogja eltalálni. Mert ez így van kitalálva, hogy a tömeg mindig rossz irányba halad. Egyébként, ami a képen látható az, csak ha már az agymosásról van szó. 2003 a narancssárga a baloldali grafikonon, 2003 a narancssárga, és 2016 pedig a ciklámen vagy lila színű grafikon. És az a lényeg, hogy ez azt mutatja, hogy 2013-tól 2016-ig hogyan változott meg az amerikai közvélemény vélekedése az azonos neműek házasságáról. Az első oszlop, az első kettő, az minden amerikai felnőtt. Oké? Okay? 2013 év alatt ez a változás ennyien támogatják. 30 valamennyi, 31-2-ről 56-ra
emelkedett. 32-ről 56-ra emelkedett azoknak a száma, akik támogatják az azonos neműek házasságát. A katolikusok közt 38-ról 58-ra. 13 év alatt. A harmadik oszlop az a fehér evangélikus protestáns, ahol mondjuk 11-2-ről 29-re megduplázódott azok száma, akik támogatják az azonos neműek házasságát. Ami egyértelműen egy bűn. Pont. Hogyha valaki olvassa az írásokat is érdekli, akkor elmondom, hogy a homoszexualitás az egy bűn. Kérdés nem fér hozzá. Az egy másik dolog, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit csinál. Én nem azért mondom, hogy én megváltoztassak bárkitnek a vélekedését erről azon kívül, akit érdekel, hogy mi az írás. Nekem mindegy, hogy ki kivel mit csinál. Világos. Én nem azt mondom, hogy őket ki kéne írtani, vagy bántani kéne, vagy akármi. Én csak elmondom azok számára, akiket érdekel, akik egy döntést akarnak meghozni, hogy vajon mi a teremtő véleménye erről. Azok számára elmondom, hogy aki támogatja ezt, aki részt vesz benne, aki bátorítja ezeket az embereket, az bűnt követ el. Ugyanúgy, mint ahogy a paráznaság bűn, össze-vissza enni dolgokat bűn, karácsony bűn, meg az összes többi dolog bűn, amit a világ csinál. Ez nem különbözik attól, ez csak egy nagyszerű példa arra, hogy hogyan működik a propaganda, és hogyan lehet az emberek agyát manipulálni, akár 13 év alatt úgy, hogy a fehér evangélikus protestánsok között megduplázódott ennek az útálatosságnak a támogatóinak a száma. A negyedik az a fő protestáns vonulatok, ahol 35-ről 65-re emelkedett. Plusz 30%-a az embereknek úgy gondolja, hogy elfogadható. Mit olvasnak vajon? Amit akarok mondani, vonatkoztassunk el attól, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy így lehet manipulálni az emberek gondolkodásmódját. 13 év alatt ekkora változást lehet előidézni. Még az utolsó oszlopban, még azok is, akik nincsenek benne egyetlen úgymond idézőjelbe tett vallási közösségben, még ott is növekedett majdnem 20%-kal, sőt, több mint 20%-kal a támogatóknak a száma. 13 év alatt, és ez annak köszönhető, amit bemutattam a korábbi videókban. Azok a dolgok, ahogyan a filmek működnek, az, hogy minden sorozatban megy ez az egész, az, hogy mi történik a zenében, hogyan néz ki a klippekben az ember, hogyan jelennek meg a sztárok, a focisták, a sportolók, minden. Érthető? Így manipulálják az embereket. Úgyhogy ezért mondtam azt, mindenki, aki egyetért azzal, amerre a tömeg megy, az mind rossz irányba halad. Ha a világ arról akar meggyőzni, hogy az azonos neműek házassága az egy nagyszerű dolog, akkor tudom, hogy az egy negatív dolog, akkor is, hogyha nem akarom járni az utat. Azért, mert mindenki más azt mondja, ez a bizonyíték rá, hogy az egy negatív dolog. Valaki azt a feladatot magára vállalja, hogy megpróbálja megosztani ezt az egész dolgot olyanokkal, akik számára fontosak, vagy megpróbál felébreszteni embereket, akkor ez szerintem egy viszonylag rövid videó, amit meg lehet velük osztani. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!